Sziasztok! Boldog új évet mindenkinek! Az év első videójában a Csokpluszról tudhatok meg minden fontos információt, sorokpontokra a részletszabályozásokig egészen érthető módon. A videót fejezetekre osztottam, ezért viszonylag egyszerűen rá fogsz tudni keresni azokra a témakörökre, amik téged a legjobban érdekelnek. Gyorsan egy kis promóciós már kezdünk is. Hogyha szeretnél ingatlan értékesítésről, ingatlan piacról érthetően hallani, akkor legjobb helyen jársz, iratkozz fel erre a csatornára. Mivel van olyan ingatlan, az értékesítésével megbíznál, azt megköszönöm, szívesen veszem, de kezdjünk. 2024. január 1-től a csokot felváltja a Csok Plusz kamattámogatott hitelformája, amit 15, 30 és 45 millió forint értékben vehettek igénybe, és a bankok folyósítják ezt a számotokra. El is érkeztünk az első fontos részhez, amit nem nagyon szoktak kifejteni. Azért lényeges az, hogy a bankok folyósítják a számotokra, mert mindegyik banknak más-más a hitel előírási koncepciója. Tehát simán elképzelhető az, hogy te az egyik banknál nem vagy hitelképes, a másiknál viszont szívesen biztosítanak a számodra hitelt. A bankok által folyósított támogatott hitel kamata nem lehet több, mint 3%, illetve ennek az igénylési díja sem kerülhet több, mint 300 ezer forint. Tehát ezek az ilyen folyósítási díjak, hitel előírási díjak hasonlók meg kell, hogy álljanak 300 ezer forintnál. Ez alól kivétel az ingatlan értékbecslésének a díja, illetve a helyszíni szemle díja. Én elképzelhetőnek tartom, hogy a bankok itt fognak egy picit versenyezni értetek, különböző kedvezményeket fognak tenni, már csak azért is, mert az elmúlt évben a lakáshitelezési piac 60%-kal csökkent. Csok támogatásai érvényesek voltak már meglévő gyermekekre, addig a Csok Plusz kedvezményeit csak megszületendő, vállalt gyermekekre vehetitek igénybe. Ha a Csok Plusz felhasználásával vásároltok ingatlant, akkor 80 millió forintig illetékmentességet élveztek. Ez azt jelenti, hogy ha vesztek egy lakást 100 millió forintért, annak ugye 4% lenne a vagyonszerzési illetéke, de ezt 80 millió forintig nem kell megfizetni, tehát 3,2 millió forinttal kevesebb lesz ez, tehát a maradék 800 000 forintot kell csak megfizetetek vagyonszerzési illetékképpen. Az utolsó nagyon fontos sarokpont, hogy az igényléskor a házaspár hölgytagjának 41 évnél fiatalabbnak kell lennie. A törvényalkotók meghatározták a megvásárolható ingatlanok felső érték határait, nagy valószínűséggel azért, hogy az ingatlan árak ne szállhassanak el a végtelenségig. Ha az első saját otthon megvásárlásában gondolkodtok, akkor 80 millió forint lett maximum az ára annak az ingatlannak, amit megvásároltok. Ha pedig már van közös neveteken egy ingatlan, és szeretetek kicsivel nagyobbba költözni, akkor ez az összeg 150 millió forint lesz. Nagyon fontos kitétel, hogy annak az ingatlannak, amit megvásároltok, magasabb értékűnek kell lenni annál, mint amiben jelenleg éltek. Viszonylag gyakran elő szokott fordulni azt, főleg fiatal házasoknál, hogy csak a házaspár egyik tagjának a szülei vannak abban a helyzetben, hogy tudnak segíteni egy ingatlan megvásárlásában, tehát ilyenkor értelemszerűen csak az ő nevén van az adott lakásház. Viszont most tök jól lenne úgy tovább lépni, hogy a 150 millió forintos értékhatárt ki lehessen használni. Úgy lehet egy picit meghekkelni ezt a rendszert, hogy annak, akinek nevén van az ingatlan egy részét elajándékozza az ő házastársának, és így már is a 150 millió forintos értékhatárban gondolkodhattok. A következő kérdés nyilván az, hogy mire elég ez a pénz, milyen ingatlanok vásárolhatók érte. Igazából egy nagyon fontos alapparaméter van, és az a gyermekek számától függ, az ingatlannak az alapterülete. Ha társasházi lakást vásárolnátok, akkor egy gyereknél 40, két gyermeknél 50, három gyermeknél 60 négyzetméternek kell lenni minimum az adott lakásnak. Ugyanez családi háznál 70, 80, 90 négyzetméter. Persze ezek csak számok, nézzük meg, hogy mit mutatnak a jelenlegi ingatlanpiac tükrében. Az ingatlan.com adatbázisában durván 150 ezer ingatlan található, és majdnem a 80%-a megvásárolható ezzel a konstrukcióval. Leginkább a nagyon drága pesti, budai kerületek esnek ki ebből a szórásból, ott ez a matek ez nagyon nehezen működik. Nagyon fontos kitétel még az is, hogy ahhoz, hogy a Csok Plusz kedvezményét igénybe vegyétek, nem kell a jelenlegi ingatlanotokat értékesítenetek. Nem olyan régen egy videóra reagált egy srác, hogy most azonnal szól a feleségének, barátainak, mindenkinek, hogy ezt a lehetőséget amilyen gyorsan lehet használják ki. Én mondtam, hogy nem kell sietni, hiszen az első gyermek megszületésére 4, a második gyermek megszületésére 8, a harmadik gyermek megszületésére pedig 10 évetek van.
a csokpuszt igénylőknek az első évben csak a hitelkamatait kell fizetni, a tőketartozás kifizetése a második évtől indul, értelemszerűen ilyenkor magasabb lesz a törlesztő részlet. Az első gyermek megszületésekor egy éves hitelfizetési moratóriumot kérhettek, természetesen a hitelfutam ideje így egy évvel meghosszabbodik. Amikor megszületik a vállalt második, harmadik gyermeketek, akkor 10-10 millió forint tőketartozás elengedés jár számotokra, tehát így lesz a támogatott hitelből támogatás. Korábbi csokos igénylők is élhetnek természetesen a csokpuszt lehetőségével, hogyha újabb gyermekeket szeretnének vállalni. Ennek az a feltétele, hogy a csokos hitelüket le kell zárniuk. Ez azt jelenti, hogy vagy vissza kell fizetni az 1,3 vagy 2,6 millió forintot, illetve hogyha a vállalt gyermekek már megszülettek, akkor természetesen ez lezártnak tekinthető. A babaváró hitel, a falusi csok, illetve a csokpuszt is kombinálhatóak egymással. Tehát ha abban gondolkodsz, hogy a 2630 valahány település közül valamelyikre költöznél, ahol a falusi csokot is fel tudod használni, akkor adott esetben kicsivel több mint 40 millió forint vissza nem térítendő támogatást is szerezhetsz magadnak. Itt tennék egy zárójelet, és ha érdekel a véleményem, akkor nagyon szívesen megosztanám, mert hogy miért nagyon jó dolog ez a csokplusz. Nagyon sokan, nagyon sokfélet írtak, beszéltek róla a különböző podcastokban, itt-ott én hallottam azt is, hogy csok mínusz. Zárója, hogyha valakinek a 20 millió forint támogatás két gyermek megszületése után mínusz, akkor lelke rajta. Én azt gondolom egyébként, hogy a törvényalkotónak az egyikén nem titkolt célja az volt, hogy a Budapest centralizáltságát ennek az országnak egy picit enyhítse. Hiszen, hogyha megnézitek ennek a három támogatási formának az összevonásának a lehetőségét, akkor az a 2630 valahány vidéki kistelepülés, ahol ezeket az összegeket fel tudjátok használni összevonva ingatlan vásárlásra. Most ott valószínűleg sokkal alacsonyabb áron fogtuk tök jó ingatlanokat tudni vásárolni, és nem csak vásárolni, hanem adott esetben korszerűsíteni, felújítani, mert hogy erre is jó a csokplusz, ezt majd a vége felé el fogom mondani még, hogy mire lehet felhasználni. De hogy nagy valószínűség az az egyik célja a törvényalkotónak, hogy picit felperzítse azokat a vidéki falvakat, amik szépen lassan elnéptelenednek. Ha rossz májú szeretnék lenni, akkor persze mondhatnám azt is, hogy az sem egy utolsó szempont, az akkumulátorgyárak mellett lévő agglomerációban található kisebb településekre oda költözzenek az emberek, hiszen támogatják az ő ingatlan vásárlásukat is, zárójelbe zárva. A csokplusz kamattámogatott hitelt nem csak ingatlan vásárlásra, hanem ingatlan bővítésre, itt minimum 12 négyzetméterről beszélünk, illetve ingatlan korszerűsítésre is tudod használni, sőt, ha van egy telked, akkor a csokplusz segítségével akár egy családi házat is építhetsz rá. Nagy valószínűség ez picit fel fogja pörgetni az építőipart, az is elképzelhető, hogy egyre több kivitelező mester fog számlát adni a munkájáról, ezáltal majd talán számon kérhetőek lesznek. Illetve nyilván az építőanyagok forgalma is meg fog növekedni egy picit. Én ezeket találtam a legfontosabbnak a csokplusszal kapcsolatban. Ha tetszett a videó, akkor ne felejts el feliratkozni. Ha van ingatlannak az értékesítésében megbíznál, azt megköszönöm, szívesen veszem. Tudod, mindenkinek jár egy jó ingatlanos. Hello!